Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze itt a Rádió Cafén 3-től 5-ig szokásunk szerint. Én Puzsér Róbert vagyok, és Farkas Attila Márton kollégámmal és barátommal köszöntünk titeket. Reméljük, hogy a következő két óra nem lesz tanulságok nélküli. Egy nagyon érzékeny témáról fogunk beszélgetni, amely minket személy szerint hát nem igazán érint, sőt reméljük, hogy titeket sem. Hát engem baromira már bocs. Ne. Némi önvizsgálatra szólítalak a saját helyzeted reális értékelése tekintetében. Ugye nem sértődsz meg ezen. A szegénységről fogunk beszélgetni a mai adásban, és a szegénységről szóló filmeket fogjuk felidézni a mai adásban a számotokra. Nem olyan sok jó film készült a szegénységről, mint amennyire fontos probléma a szegénység. Én azt gondolom, hogy amennyiben te, kedves Attila, a szegénységet téged érintő problémának látod, akkor az valamiféle részvédtelenséget jelez a valóban szegényekkel kapcsolatban. Ez jó. Ilyenkor szokta édesanyám azt mondani nekem, hogy ilyenkor szokta édesanyám, amikor panaszkodom, mindenféle csipcsuk dolgokra szokta anyám azt mondani, hogy ne vétkezz. Ja, azt hittem, hogy azt mondja, hogy Afrikába éheznek. Ennél szofisztikáltabban mondja, de valami ilyesmi. Ja. Tehát vannak valóban szegény emberek is. Kétségtelen. Szóval a szegénység az egy, én úgy gondolom, hogy egy fontos téma, annak ellenére, hogy nem egy népszerű téma. Jó, akkor nem a konzum szegénységről, hanem a mély szegénységről van szó. Nem a szegénységgel kapcsolatos sírás-rívásról beszélgetünk a mai adásban, hanem a szegény emberekről. Szóval a szegénység az egy meglehetősen alulreprezentált téma, főleg azért, mert ez a mostani, ez a harmadik magyar köztársaság, ami itt a most 20 éve zajlik, ez a nyertesek társadalma. És a vesztesekkel nem nagyon sokat foglalkozunk. Azért, mert dúl a szociáldarvinizmus, amelynek a jegyében a győztes annak széles propagandája van, annak eszközrendszere van, annak az példaként áll a világ elé. A szegény, a vesztes, az pedig elkulloghat és megrohadhat, ha neki nem tetszik. Az elmúlt 20 évben azért voltak bizonyos törekvések, tudnélék. Egyszer egyik műsorunkban már előhoztam ezt, hogy van egy ilyen perverz élvezkedés a liberális értelmiség részéről a mély szegénységben élők felé, vagy ról, vagy velük kapcsán. Itt mondjuk főleg a hajléktalanokról van szó, de még inkább a romákról. Tehát, hogyha etnikai kérdést kell a dologból csinálni, akkor erre persze rögtön ugrik egy csomó ember. Vagy hogyha a politikai korrektséget kell kifejezni. Úgyhogy készültek azért itt dokumentumfilmek, meg egyemek az elmúlt 20 évben Magyarországon erről a dologról, de nem magáról a szegénységről, hanem inkább, mint valami érdekes, sajnálatra méltó, megrázó, könyvfacsaró, stb. Kis mikrotársadalmakról, szubkultúrákról. Tehát készültek dokumentumfilmek hajléktalanokról, készültek művészfilmek, vagy legalábbis annak szánt alkotások cigányokról, és így tovább. De abban kétségtelenül igazad van, hogy a szegénységről, mint olyanról, unblock nem. Na most itt viszont felvetül a kérdés, hogy azok a filmek, amelyekről itt az elkövetkező két órában, most már szűkebb két órában beszélni fogunk, azért ezek sem unblock a szegénységről így in abstracto, vagy ilyen általános elvont módon szólnak, hanem ezek is bizonyos típusú szegényekről szólnak, tehát ilyen vályog lakásokba, meg lakókról, bádog városokban élőkről, akkor szintén csövesekről, hajléktalanokról, stb. Miért mások ezek az alkotások mégis, mint mondjuk egy magyar dokumentumfilm a hajléktalanokról? Tehát miben más mondjuk egy, hát igen, de most az a baj, hogy most a számon lenne az, vagy nyelvemen lenne, hogy előjek egy-két dolgot, de ugye még filmeket nem említhetünk abból a 10-ből, amit itt előhoztunk, top 10 alkotást a szegénységről, de miben mások ezek, mint mondjuk Magyarországon csináltak az elmúlt 20 évben cigányokról, meg ilyen-olyan-amolyan dolgokról, ilyen-olyan-amolyan filmeket. Hát, látsz-e különbséget? Nívóbeli különbséget, mi? A magyar film és a nemzetközi filmtermés közötti különbség az mindig ordító, például. Tehát itt is, de sokszor beszélünk arról, ugye te mindig azt szoktad mondani, hogy a magyar filmnek az az egyik fő baja, hogy hazug, tehát hiteltelen. Hát igen.
Én ezt így sose szoktam mondani, mert nekem azért nem ez a véleményem a magyar filmről. Unblock, még a rendszerváltás utáni magyar filmről se, de kétségtelen, hogy így a magyar filmgyártásnak van egy ilyen aspektusa, hogy nagyon sok film valahol hiteltelen, egyébként de... a rendező jó szándékától függetlenül, tehát minthogyha itt lenne egy ilyen sajátos rossz filmnyelv, vagy szubkultúra, vagy viselkedésbeli és alkotási, gondolkodásbeli minták, amelyek tehát ezt a ilyen hiteltelen látásmódot és rossz, a világhoz való rossz attitűdöt adják tovább. És ugyanezt látod? Hazug elvárásrendszer van. Ugyanezt látod ebbe is, ugye? Hát bár kezdjük azzal, hogy játékfilmet Magyarországon a szegénységről meg se nagyon kíséreltek. De cigányokról van, és kvázi azon keresztül kerül átjön. Van, persze, hogyne. Én a szőke kólát láttam, ilyen játékfilm a cigányokról, kb. Más nem tudok mondani, de igen, azt nem azt minősítem. Látta, de volt, csak az a baj, hogy most cím hirtelen nem jut eszembe, de van több, például Joko Rossics játszik egy öreg cigányt, aki fiatalkorában megkéselt egy agitátort, akkor annak egy ilyen kálváriája, vagy ezek a filmek a szegénységről szólnak? Hát pedig átjön rajta ez a... Historik szegény emberekről, tehát itt ez a kérdés. Lehet, így van. Egyébként a szocializmusban készítettek filmeket, jó filmeket is, amelyek a szegénységet érintik, de azok természetesen kötelező osztályharcos jelleggel bírtak. Ilyen film például a Csempészek. Nemrég adta, azt hiszem, a Duna TV egy-két hónappal ezelőtt, Agárdi Gábor és Bara Margit főszereplésével. 50-es évek végi, vagy 60-as évek elejé magyar film. Nagyon-nagyon jó film. Egy erdélyi román asszony és egy alföldi magyar férfinek, akik a határ közelében laknak, és csempészetből élnek, és nyomorognak. Háború után játszódik a 20-as években. Ilyen válságos korszakban egy ilyen furcsa sajátos szerelméről szól, és vastagon benne van a szegénység. Na, az egy nagyon jó, nagyon megrázó film, de hát ugye az a régi magyar film. Tehát a rendszerváltás után nem nagyon tudok igazából a szegénységről filmet, és akkor én föl is tenném a kérdést, hogy hallgatók tudnak-e. Készült-e film, és lehetőleg hiteles film a szegénységről 1989 után Magyarországon. 0629 98 98 az SMS számunk, és most nem arra vagyunk kíváncsiak, és nem is arról akarunk beszélni, hogy készültek-e érdekes és jó filmek a szegény emberekről, vagy olyan filmek, amik szegény emberekről szólnak, hanem olyan filmek, amik a szegénységről szólnak. Tehát nem arról van szó, hogy érdekes és vicces sztorik szegény emberek főszereplésével. Persze. Ahogy mondjam, az egész témához való hozzáállás, maga egy film, ami a szegénységről szól, az szükségszerűen baloldali. Uh-huh. Most Leninnek volt annak idején egy olyan könyve, aminek az volt a címe, hogy baloldaliság a szocializmus gyermekbetegsége. A kommunizmus gyermekbetegsége. Na most én azt gondolom, hogy a valóság az ezzel a témával kapcsolatban éppen ellenkező. És ezért gondolom azt, hogy a jó filmeket a szegénységről baloldaliak készítik, nem pedig kommunisták. Ugyanis én azt gondolom, hogy a baloldaliság nem mármint bolsevikokat ért az kommunistákkal. Igen, hívjuk így. Igen. A baloldaliság nem a kommunizmus gyermekbetegsége, éppen ellenkezőleg a kommunizmus a baloldaliság elfajzása. A kommunizmus, vagy hát a bolsevizmus, vagy hát ez a úgymond szélső baloldali ideológia nem más tűz ki célul, mint hogy az embereket egyenlővé tegye, egyenlősítse. Csak én azt gondolom, hogy nincs erre szükség. Tehát azt gondolom, hogy nem ez lenne, hogy ez nem lenne jó, és nem is lenne természetes, és nem is lenne helyes, hogyha az emberek egyenlőek lennének. Az a baj, hogy a bolsevik ideológia annyira anyagi, és annyira anyagelvű, és annyira csak az anyagból indul ki, hogy azt gondolja, hogy az emberek boldogsága az anyagi javaiknak a mennyiségén múlik, és azt gondolják, hogy a boldogtalanság az abból fakad, hogy a szomszédnak több van, mint nekem. Tehát az emberek boldogságát úgy lehet elérni, úgy lehet kivívni a kommunisták szerint, hogyha egyenlősítünk téged a szomszédoddal, hogyha neked ugyanannyid lesz, mint a szomszédodnak, akkor mind a ketten boldogok lesznek. Vagy ha nem lesznek, akkor kijön az NKVD, és boldoggá tesztiteket, nem értitek meg a mi ideológiánknak a magasabb rendűségét, a bölcsességét, a mi nagy vezérünknek. Én meg azt gondolom, hogy nem ez a boldogságnak az útja, hogy a boldogságnak a természet az alapvetően szellemi, és nem pedig anyagi. Azt gondolom, hogy a boldogság az egyfajta elégedettség, egyfajta szellemi hozzáállás a világhoz. Ha képes vagy úgy hozzáállni a világhoz, hogy elégedett vagyok azzal, amin van, és nem vágyom többre, akkor boldog vagy, és ez nem függ attól, hogy mennyit van, és főleg nem függ attól, hogy a szomszédodhoz képest mennyit van. Tehát azt gondolom, hogy
a világnak az egyik nagy igazsága, a számos igazsága közül, az az, hogy a boldogság nem függ az anyagi javaknak a mennyiségétől, más szóval nem függ a gazdagság-szegénység viszonylatától. Tehát szegény emberek nagyon-nagyon sok esetben, és ez szociológiailag ma már mérhető, boldogabbak, mint gazdag emberek, pont azért, mert a boldogság az nem az anyagi javakból következik, hanem az anyagi javakhoz való viszonyodból következik. Ha a te viszonyod az anyagi javaidhoz olyan, hogy te elfogadod és elégedett vagy azzal, amit van, és ez mondom független attól, hogy mennyit van, akkor boldog vagy, ha pedig elégedetlen vagy azzal, és még két helikopter leszállópályát akarsz magadnak, akkor pedig boldogtalan vagy, és ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyit van, és ezért azt gondolom, hogy az embereket nem lehet boldoggá tenni azzal, hogy egyenlősítjük őket, maximum kevésbé irigyé. De a kevésbé irigy, az nem lesz boldogabb. Ezért azt gondolom, hogy a boldogsághoz egyfajta szellemi attitűd elsajátítására van szükség, arra, hogy köszi, elég. Tehát, hogy így, aha, ez így elég lesz nekem, és ennél nem is kell több, ezzel így el vagyok. És hogyha képes vagyok erre az érzés, és képes vagyok ezt elsajátítani, akkor boldog vagyok. Csak hogy, és a baloldaliság itt kezdődik. Nagyon más a helyzet, hogyha alapvető szükségletekről van szó. Ezek az alapvető szükségletek annyira egyszerűek, és annyira kézenfekvőek, hogy nagyon rövid, bővített mondatban összefoglalhatóak. Fűthető lakásról van szó, hogyha hideg a tél, éterről, tiszta vízről van szó, és József és, Attila, ehes, ihas, ölelhes, alhas, nem? Hát ez sokkal szebben megfogalmazza. Igen, hogy így a tirádádat egy picit megtörjön, mert egyébként két dolgot szeretnék tőled kérdezni, csak itt udvariasan végighallgattalak, de már nem, nem bírom. Már nem bírom. Te engem végighallgattál, de nem hallgattál még végig. Na, hagyd kérdezzek meg két dolgot. Kérdezzék meg két dolgot, légy szíves. Nagyon idejön. Az egyik az, hogy anélkül, hogy a konkrét, tehát a szavaidnak, amit az előbb elmondtál, a konkrét igazságába kételkednék, sőt egyetértek vele, így van, tehát nem függ így van, tehát szellemi természetű, nem függ az anyagi javaktól, stb. De ugyanakkor tudjuk, hogy ezt is használták, ezt a fajta megközelítést is használták elnyomó és kizsákmányoló ideológiaként hosszú évszázadok, évezredek alatt. Tehát ez a légy elégedett, és ne panaszkodj, tehát ez a majd a túlvilágon boldogul, stb. Érted? Használták ideológiaként. Olyan embernek, aki a szó igazi értelmében szegény. Tehát hiányt szenved az alapvető szükségletekben, ahhoz vastag és viaszos bőr kell valakinek a pofájára, hogy ilyet mondjon, hogy legyél elégedett. Tehát ha valaki az utcán alszik, ha valaki fázik, ha valakinek nem jut tiszta víz, ha valakinek nem jut fedél a feje fölé, és a fejére csöpög az esővíz, hogyha valakinek nem jut étel, hogyha valakinek nem jut tiszta ruha, vagy egy minimális szinten kulturált környezet, annak, aki azt mondja, azt van pofája mondani, hogy légy elégedett azzal, ami vagy azzal, amennyit van, vagy azzal, amit van, azt tényleg pofán kell csapni. Tibor panasza, tűrbékességgel mondja Bánkbán Tiborsznak, erre Tiborsz mondja, tűrbékességgel ezt papolja az apát urunk is, de magának neki tele van a hasa. Érted? Jó, világos. De ezért nagyon fontos, tehát ezért is említettem, hogy nagyon-nagyon fontos húzni egy vastag és áthatolhatatlanul vastag vonalat a szegények és az elégedetlenek közé. Tehát van az a fajta polgári, akár fogalmazhatunk úgy, hogy alsó középosztályos jólét, ami a mi társadalmunkban jólét, csak mi hajlamosak vagyunk nem annak érezni, mert folyamatosan sír a pofánk a 13. havi nyugdíjért. Az a dolog egyébként, ahogy mostanában te ilyen konzervatívnak, valójában szerintem liberálisnak, csak ezt a szót itt magyar kontextusban te rühellet használni, tartod magad, szerintem ez nem konzervativizmus, amit a utóbbi időkben vallasz, hanem liberalizmus. Talán nem is az a lényege a műsornak, hogy én mit vallok az utóbbi időben. De ez most mindegy, de hogy igazából te most egy szociáldemokrata programot fogalmaztál meg. Ez egy klassz de én a világ életemben ezt vallottam. Hát én nem tudom, hogy egyébként miért, ha már két ideológia elhangzott velem kapcsolatban, a baloldaliságból miért rekesztesz ki, ezt nem látom be. Na, szóval a lényeg az az, tehát hogy kell húzni egy ilyen nézőt, és onnan pontosan. És ez az egész elégedettség, elégedetlenség értelmezési rendszer, ez a szegényekre nem vonatkozhat. A szegényekkel egyetlen egy dolog van, őket a középosztályhoz föl kell zárkóztatni. És utána, hogy meglegyen a lehetőségük elvégezni azt a szellemi műveletet, hogy elégedettek legyenek, hogy elégedettek lehessenek. Nem lehetsz elégedett, amíg az utcán alszol. Nem lehetsz elégedett, amíg alkoholizmusba kell menekülnöd a hideg elől. Nem lehetsz elégedett addig, ameddig az alapvető szükségleteid nem elégültek ki. És
és sajnos Magyarországon is, de hát a világban még sokkal inkább fokozottan ez a jelenség, ez tömeges. Na most jön a második kérdésem, ami egy rafináltabb, szofisztikáltabb valami. Mi van azokkal az elégedetlenekkel, akiknek tényleg, mit tudom én, helikopterük van, meg luxus jachtjuk, és mégis elégedetlenek? Ők a legszánalmasabb világos, emberek. De világos, de lehet, hogy ez az emberi természet, ez elem ilyen hozzátartozik, hogy elégedetlen már vagyok. Hát akkor a társadalmi és kulturális prés alatt vagyunk nap mint nap, hogy frusztráltak vagyunk attól, hogy a másiknak jobb a mobiltelefonja, én ezért, vagy meg mit tudom, ilyen autója van nekem, meg még az sincs, és akkor a jobb csajok rámennek, nekem meg nincs, és akkor a piaci értékem az alacsonyabb, és teljesen ebbe élünk. De hát ehhez hogy van, lehet ezt kikezdeni? Azt gondolom, hogy ehhez van szükség a szellemi autonómiára. Tehát ehhez van szükség arra, hogy ne a környezetednek a vonzása határozza meg a hétköznapjaidnak az érzésvilágát. Hogy ne a környezetednek, azok a kulturális prések, amelyek például a televízió műsorokból, főleg a reklámokból, vagy a színes magazinoknak az oldalairól lejönnek. Ne ezek hassanak rád, és ne ezek határozzák meg azt, hogy te hogy érzed magad. Szerintem nincsen szánalmasabb annál az embernél, akinek minden eszköze, minden anyagi eszköze megvan ahhoz, hogy boldog legyen, de nem volt képes arra, hogy elvégezze ezt a szellemi műveletet. És az a legérdekesebb, hogy a magasabb társadalmi osztályokban biztos, hogy nem egyszerűbb, mint a középosztályban, sőt, néha úgy érzem, hogy talán nehezebb is ezt elvégezni. Talán nehezebb is a nagyon sokkal elégedetnek lenni, mint az éppen eléggel. Hanvas Béla egyébként ezekről írta, hogy ez az úgynevezett műpánik. Egyfolytában rohangálnak, egyfolytában egyfolytában rohangálnak, és egyfolytában folyamatosan pánikban vannak. Azt mondja, 80 évig el lehet egzisztálni úgy, hogy az ember egy pillanatig nem él. Az egzisztálás és az élni az két különböző dolog. Hát a legszörnyűbb az az, hogy az emberek többsége az életmódszerűen szocializálja magát a folyamatos struggle for life-hoz. Tehát az életben maradásért, a talpon maradásért való szüntelen küzdelemhez, hogy aztán, amikor már abszolút nem a életben maradás vagy a talpon maradás a tét, akkor már ne bírjon, ne legyen képes arra, hogy ezt abba hagyja, akár egy percig is. Annyi pénze van, hogy minden nap a Bahamákon süttethetné a hasát, de minden nap reggel 7-kor kell, és kőkeményen robotol estig. Proletár. De ez önkizsákmányoló proletár, abszolút. De itt látjuk azt, hogy a proletáriátus, vagy a proletár lét, az szintén nem egy anyagi vonatkozás, hanem egy szellemi vonatkozás. Prolinak lenni... Bár inkább nem annyi... prolinak nevezem, hanem rabszolgának. Az jobb, még inkább. És az a legsötétebb rabszolgaság, amikor saját magad rabszolgatartója, saját magad vagy. Tehát ez az a legalja. És amikor nem tudsz váltani, mert az életmódodból már nem következik. Tehát már az elmúlt, sajnos ez így megy, hogy az ember nem csak egy darab entitás téren és időn kívül, hanem az embert igenis fogva tartja, és kötelezi, és szorítja, és hajtja, és determinálja a saját múltja. Amit az elmúlt 10-15 évedben csináltál, az a taposó malom, az vagy. És nem tudsz kilépni belőle, mert ha nem csinálnád, akkor egyszerűen szoronganál, hogy úristen, mi lesz? Úristen, elfogy. Elfogy a pénz. Tehát, jó, ez rettenetes. Tehát ez tényleg borzalmas, és ezért azt gondolom, hogy... Szenvedélybetegség. A mai világban, amikor az embernek a szellemi horizontját millió és egy keresztirányú inger határozza meg, és ezek az ingerek, ezek mind-mind-mind bevonzák a lényét, mind-mind-mind bevonzák a vágyait, nagyon-nagyon nehéz megőrizni az embernek a szellemi autonómiáját. És azt mondani, hogy én pontosan tudom, hogy mennyire van szükségem, az meg van, köszönöm szépen, és innentől kezdve az egész témától, hogy anyagi javak felhalmozása független vagyok. Tehát van egy tevékenységem, amellyel fenntartom magam, de én több vagyok ennél a tevékenységnél. Én túlterjedek ennél a tevékenységnél, és ezért aztán nem élek meg létpánikot attól, hogy nem léptetnek elő, pedig már 3 éve kiérdemeltem. Például, tehát, hogy nem akarok minden áron társadalmi osztályokat előre lépni, tehát nem arra figyelek, ami a megszerezhető, bár nem a szükségletem, hanem arra figyelek, amim van, és köszönöm, elég. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szó, ez a kifejezés, az elég, az a szó, ami hiányzik manapság az emberek többségének a szótárából, ez az a szó, ami a világot stabilizálhatná, harmonizálhatná, ez az a szó, ami a kapitalizmus megbuktathatná. Hát a szocializmusnak ez volt az egyik, hát mindenki a szükséglete szerint. De itt fontos, igen, de nem, de itt fontos, itt nagyon fontos egy nagyon határozott határt húzni a
úgynevezett bolsevizmus, szocializmus, kommunizmus, tehát ezek között a baloldali ideológiák, valamint az úgynevezett baloldaliság, szó hagyományos értelmében vett baloldaliság között. Mi a különbség? Amikor szervezkedsz, hogy mindenáron egyenlővé tedd a társadalmi osztályokat, vagy eltöröld a társadalmi osztályokat, végül eltöröld a pénzt és az egész világ, és nemzetközivé lesz holnapra a világ, na az a kommunizmus. Amikor meg megállsz a hajléktalan előtt az utcán, és azt neki egy fél kifli csücsköt, vagy azt neki 300 forintot, az a baloldaliság. Ez a különbség a kettő között. A baloldaliság itt és most van, és konkrét, és egy másik embernek szól. Ezt humanizmusnak nevezném egyébként, nem baloldaliságnak. Akkor hívd így, és olyan nagy a különbség? Hát a baloldaliság, hát az a humanizmus egy mellék terméked. Nem menjünk bele a kultúrtörténeti. Akkor hívjuk humanizmusnak. Az a lényeg, hogy az ideológiák, az izmusok, azok mindig az arctalan tömeg felemelésével és megváltásával foglalkoznak. Ilyenkor én mindig gyanakszom arra, hogy valójában az izmusoknak a kiötlőit kéne megváltani. Tehát ők vágynak a megváltásra. Én azt gondolom, hogy a tömegeket nem lehet megváltani. Én azt gondolom, hogy a társadalmat nem lehet megváltani, mert nincs lelke. Én azt gondolom, hogy az egy embert lehet megváltani. Lehet. Figyelj, ha az emberiség elpusztult, mert méltatlannak találtatott az életre, akkor majd a mesterséges intelligencia, a fejlett robot társadalom létrehozza az igazi egyenlőséget és a kommunizmust. Úgyhogy éljen a egyenlő robotok egyenlő társadalma. Ez a szín tiszta kommunizmus. Na. Kaptunk SMS-eket. Egy észrevétel. Hajlamosak vagytok rápörögni az aktuális témára és szélsőségeket állítani be általános igazságként. Ezt nem mindig jó hallgatni, írja smilizva a kedves hallgató. Csak én azt bírom, amikor a hallgató nem vitába száll az állításainkkal, hanem ex-katedra kijelentéseket fogalmaz meg. Tehát, hogy ez egy smilizott. De akkor ez most mit jelent? Kedveskedett. Hát ez ilyen, hogy tetszünk neki, de jó, valahol vegyük vissza az arcunkból, mert már nagyon megmondjuk, az már kicsit nagyon sok lesz. Megmondjuk. De én nem tudom egyébként konkrétan, mire utal. Attika, te a boldogtalanságról beszélsz, nem a szegénységről. Összefonódik a szegénység például a cigányság egyes rétegeinek sorsával. A cigányok ideje, ami erről szól, illetve amivel a szegénység jár, kilátástalanság, totális esélytelenség, de ott a nagymama, akiben elfogadás, erő és életöröm van, írja a kedves hallgató. Baromira nem a szegénységről szól a cigányok ideje, mert egyébként pont a Robival vitatkoztunk, hogy bevegyük-e a top 10-be, és én beszéltem, hogy ne vegyük be, mert bár nagyon-nagyon-nagyon jó film, az szerintem pont nem a szegénységről szól, a szegénység ott csak egy ilyen háttér. Uh-huh. Aztán itt van a Konyec című film, amit megemlítenek, ami a szegénységről szól. Aztán megemlítik a Roncsfilmet többen, ami szintén a szegénységről szól. És az Én kis falum című film szintén felvetődik. Jó, hát akkor még pár szót majd még ezekről. Farkas Attila Mártonnal, aki kétségeit fejezte ki aznak kapcsán, hogy az Én kis falum az vajon valóban a szegénységről szól-e. Hogy az valóban olyan nagyon nyomorult lenne-e? Nem tudom. Azok annyira szegények lennének? Szerintem az nem annyira. Nem. Az és nem kifejezetten a szegénység témájára a középpontba. Inkább a hagyományos Irzsi Menzel-féle nosztalgiázás a gyerekkora irány. Pontosan. Ilyen, vannak ezek a jó kis karakterek. Aranyosak, amikor besöröznek, aztán ott bánszorognak hazafelé. Én nekem idill. Tehát a Irzsi Menzel filmek többség az idilli csehországi lét. Én egyébként pont ezért nem szeretem. Fellini az ugyanez Olaszországban. Abszolút. Ez jó analógia, nagyon jó. De érdekes, mondjuk Fellinit szeretem, Menzel az Untat, pedig nagyon jó rendező úgy egyébként, de valahogy amikor már 3 vagy 4 Menzel filmet megnézek, akkor már fölösleges az 5. megnézni. Mondjuk nagyon jó filmjei vannak neki, ettől függetlenül. Na és akkor itt említik a Roncsfilmet. Hát szerintem az sem a szegénységről. A Roncsfilm az nem a valóságról, az nem szoció a Roncsfilm, hanem az csak felhasználja ezt. Eszközként. Tudod, a Roncsfilm az egy jó kis film volt. Kultuszfilm, a 8 ker, szóval ez a 80-as évek magyarországi underground, ugye, szóval ez nem a szegénység. Jó film volt a Roncsfilm, csak az a baj, hogy azután 15 éven keresztül mindenki azt forgatta újra. Tehát annyira rossz hatással volt a magyar filmre, a magyar filmgyártásra a Roncsfilm, hogy gyakorlatilag jobban jártunk volna, ha el sem készül, annak ellenére, hogy maga a Roncsfilm egy jó film. Na, nem annak a hatására, azért meg volt az előzménye, tehát azért a Szomjas, meg a Grünwalski ezt az ilyen mocsódást már csinálták a Roncsfilm előtt is. Tehát azért ennek már megvolt a kulturális alapja, a Roncsfilm inkább egy ilyen kicsúcsosodása volt annak a sajátos 80-as évekbeli
ilyen, ennek a lepusztult magyar valóság látásának. Na és akkor a Rohonyi barátunk filmje? Konyec? Itt van a Konyec című film. A Konyec kifejezetten a szegénységről szól. Szerintem jó kis film. A miskolci Bonnie és Clyde és a kaméleon is határeset. Én nem láttam a miskolci Bonnie és Clyde-ot és a kaméleon sem. Egyébként megemlíthető még a Dogville is, mint egy olyan film, ami a szegénységről szól, és hát a hát egy meglehetősen kemény fasiszta zárlata van a filmnek. Hát film, ki kell írtani a szegényeket. Mit lehet kezdeni ezekkel a szegényekkel, akik gonoszszá váltak a szegénységnek a nyomása alatt? Kiírtani. Hát kiírtani, igen. Tehát hogy azért ez elég rettenetes, ha belegondolok. Tehát hogy azért Lars von Trier, aki kiírt egy komplett várost azért, hogy bebizonyítsa azért azt, hogy ő a rendező, és hogy ő bármit megtehet, és ilyen mindenféle szellemi műveletekkel eljuttat minket oda, hogy erkölcsös dolog megölni egy csomó embert. És meg nippekért bosszúból élő gyerekeket kivégezni. De hogy a Dogville hogy végződik? Tehát vége a sztorinak, és utána van egy ilyen kis... Tehát ugye utána van egy zene. David Bowie-nak a Young Americans című száma. Így van, és ilyen szociófotók vannak. Bádogvárosokban élő emberekről például. Így van, ilyen gettókról. Árvácska, írja a kedves hallgató. Igaza van. Hát ez ugyanaz, mint a Csempészek. Így van, tehát a szocializmusban csináltak nagyon jó filmeket, de nem a szocializmus kori szegényekről természetesen, egyébként voltak szegények a szocializmusban, és csak nem lehetett róluk beszélni, hanem a Horthy rendszer. Tehát mindegyiknek volt, jó, persze Árvás az klasszikus, már Móricz Zsigmond, stb., de azért ezeknek a filmeknek volt egy ilyen propagandisztikus vonása is, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon kiváló film az Árvácska. Nagyon jó film. Ami a szegénységről szól, csak sose filmesítették meg, az a Hét Krajcár. És az valóban a szegénységről szól, és az gyönyörű. Az igen. Legyetek jók, ha tudtok, írja a kedves hallgató, és mellé oda rakja az árójába, hogy bocs. Ez egy nagyon aranyos, jó aranyos film, de nem a szegénységről szól, hanem a Szent Fülöpről, hát szóval meg a gyerekeiről. Na, szerintem kezdjük, nem? Na, hát lássuk, akkor tekintsük át azt a listát, amelyet mi összeállítottunk, és amely mi szerintünk a szegénységről szóló legkiválóbb filmeket tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film a Boldogság nyomában című film. Ez a történet Chris Gardnerről szól, akit a Will Smith játszik, és egy valós történet, tehát egy megtörtént esetet dolgoz fel a film. A szerencsétlen ember úgy járt, mint hát oly sokan a kapitalizmusnak a versenyében, hát lemorsolódott. Elvesztette a feleségét, és elvesztette az otthonát, és aztán idővel az állását, az utcára került a gyerekével együtt, és hát megpróbált feltörni, és rettenetesen küszködött, de hát csak nem sikerült, és egyre mélyebbre süllyedt, és aztán eljött a nap, amikor már metróállomáson kellett aludnia. Még nyomasztóbb, hogy a gyerekével együtt, tehát egy ilyen 5 éves kisfiúval együtt. Aztán mindenféle várótermek, meg menhelyek, meg egyéb különböző intézmények, ilyen szociális intézmények voltak azok, amelyek befogadták őket egy-egy éjszakára. Ilyen, igazán az amerikai álomnak az árnyoldala az, ami ebben a filmben bemutatásra kerül. És valóban egy erős film, csak aztán a vége... Az amerikai álom maga, hogy még innen a mély pontról is föl lehet jönni, igen. És egyébként az haza is vágja a filmnek a hitelességét. És hogyan, hogy lehet feltörni innen a mély pontból? Broker tanfolyamra kell elmenni, ki kell képezned magad, mint broker. Nagyon ciki. És akkor feltörhetsz, és akkor nem csak, hogy középosztályos lehetsz, hanem írják, hogy ma már egy vezető broker cége van. Tehát nem arról van szó, hogy lett egy magánlakása, vagy egy öröklakása, gyerekét egy normális iskolába be tudta iratni, és ma is elégedetten élnek, aztán lett még egy felesége. Tehát nem ez a siker, hanem hogy ma már saját cége van, ma már 40-en dolgoznak a keze alá. Igen, neki sikerült, ilyen a kapitalizmus, kérem, nem szabad feladni. Még akkor sem, hogyha az aluljáróban alszol a fiaddal. Tehát, hogy az a baj, hogy a filmnek a zárlata az minden részvétünket és minden érzelmi energiánkat, amelyet belefektettünk a film 117 perce alatt, azt kiaknázza és kizsákmányolja, és valahol meggyalázza. Uh-huh. Igen, ez a bajunk. Egyébként a színésznek a kisfia, az igazi kisfia játsza a filmbeli szereplőnek a kisfiát. Igen? Na nézd meg! Azt mondod? Aha. Tehát azt mondod, hogy a Will Smithnek a fia az Brian Ho. A Will Smithnek a fia, így van. Így van. De miért nem Smithnek hívják, ha a fia?
Hát ott kell, hogy legyen. Nincs ott. Az a kisfia pedig. Hát, ha te mondod. Az a kisfia. Nem, ez tényleg így van, utána lehet nézni. Jó, elhiszem. A legyetek jók tisztán a szegénységről szól, a túlélésről és a boldogságról a szegénységben. Tessék, ezt megkaptuk. Hát jó, akkor nem vitatkozom, szerintem nem, de akkor innen már ilyen Monty Pythonos, hogy de, nem. Jó, kösz, SMS írom. Ne feleseljetek, mert ez nem méltó a 98.6-os frekvenciához, én azt mondom. Na, egyébként érjünk egy picit vissza ez a sztorihoz. Az az, hogy elveszti a feleségét, ugye? Ez egy ilyen tipikus. Sok amerikai filmben a férfi bajba kerül, és van ez a tipikus, undorító, szemét, mocsodék, ellenszenves amerikai feleség, aki a bajba került férfit otthagyja. Ez egyébként szerinted amerikai sajátosság, vagy csak az amerikaiak merik ezt így ábrázolni? Nem, hát azért nem véletlen, hogy a hajléktalanok között sokkal több a férfi. Sokkal több a férfi. És nem véletlen, hogy és ezt bírom, hogy a nők elnyomásáról beszélnek, érted? Meg feminista mozgalmak, ja, szerintem a férfiak vannak elnyomva és kizsákmányolva, ja, alapvetően az élősködő nők által, akik a bajba került férfit aztán kirúgják és ott hagyják. Úgyhogy ez megint egy szélsőséges kijelentés. Ez most konkrétan tételesen olvastam egy kiváló munkát erről, Eszter Villárnak az idomított férfiát. Van erről egy kiváló munka az egész. És azt egy nő írta ráadásul, most propagálom. Úgyhogy férfi felszabadítási mozgalmat kellene szervezni a nők ellen. A női gazdasági, érzelmi és szexuális kizsákmányolás ellen. Na, és amfutam, olvastad, az is egy nagyon alapos munka. Nem tudom, nem akarod, de ismertetni. Nem alapos egyébként, de ez most tök mindegy, és olvastam. Igen, Jaden Smith játsza. Na, igen, látod. Ez a kölyök. Na. Tehát van egy ilyen aspektus ennek is. Szóval az egészen biztos, hogy a hajléktalanná válás az nem úgy történik, ahogyan azt mi szeretnénk érezni, meg gondolni, amikor a hajléktalanokat átlépjük az aluljáróba. Mi azt szeretnénk gondolni és érezni, hogy ezek az emberek, ezek hulladék emberek, ezek az emberek, ezek sosem voltak alkalmasak, sosem voltak jók, nem is akarnak többet ennél, beérik ők ennyivel, itt akarnak élni, ez nekik elég. Lusták, dolgozni, csavargók, én miért tudok ugye, minden... a csavargók. Ja, de én miért tudok minden reggel fölkelni és elmenni dolgozni? Ő meg miért nem tudja megcsinálni ugyanezt? Na, hát akkor meg miért jár tőlem neki bármi? Miért kéne nekem bármit is adnom hogy neki? Hogy ismered ezeket a közhelyeket? Milyen közegben mozogtál? Ilyeneken nyugtatja magát az ember, amikor a hajléktalanokat átlépi. Hát ez a hétköznapi ember. Csak hogy. Ezek az emberek is valaha olyan emberek voltak, mint te. Csak aztán olyan dolgok történtek velük, amiket te alig ha ismersz. Például elhagyta őket a feleségük, vagy mondjuk meghalt a feleségük, vagy mondjuk meghalt a gyerekük, adott esetben az ő hibájukból. Nem lehet tudni, hogy az élet mit hoz. Tehát, vagy elvesztették az otthonukat, Isten tudja hogyan, és valahol az életük valamely pontján eltörtek, megtörtek belül. Igen, van az emberben valahol egy lelki gerinc, vagy valami vezérlő csapágy, ami meg tud hibásodni, ami el tud egyébként pattani, mindenki csak gondoljon bele, hogy mondjuk éri egy-két-három sikertelenség vagy csalódás az életébe, és mennyire elmegy a kedve mindentől. Na most képzelje el valaki, hogy így hirtelen elveszíti a családjával együtt az otthonát, na utána van-e kedve még, mit tudom én, broker tanfolyamra járni? Most azt képzeld el, hogy minden nap a fennmaradásért küzdesz. Minden napod úgy telik, hogy éppen hogy kihúzzad a következő fizetésig. És akkor egyszerre depressziós leszel. De egy ilyen téged el tud vágni egy életre. Tehát most képzeld el, hogy egy olyan állapotban, amelyben nem fér bele neked az, hogy depressziós legyél. És a depresszió az egy súlyos betegség. De a depresszió az nem egy aféle nyafogás. Aha. Hogy így, nincs kedve, megutálom a munkát. Tehát nem ilyen. És akkor hoppá. Két hónap múlva, vagy három hónap múlva azon kapod magad, hogy már az utcán vagy. És amikor hideg van, akkor meg inni kell, hogy ne fagy meg. Tehát egész konkrétan azt szokták mondani, hogy aki Budapesten végig tud csinálni egy telet az utcán, az már hajléktalan is marad, mivel hogy az már alkoholista lett, az már nem, onnan már nem lehet föltörni. Tehát ha mondjuk tavasszal kerülsz az utcára, akkor még van egy minimális esélyed, hogy amíg jön a következő tél, addig visszaküzd magad a középosztályba. De ha mondjuk ősz végén kerülsz az utcára, akkor szinte biztosan hajléktalan is maradsz, mert jön a tél, és akkor alkoholista. Na, nem kell ez a rossz balos propaganda. Mit mond nekünk ez a film? Az, hogy tessék, egy hajléktalanból is lehet egy broker cégnek a tulajdonosa. Tudja csinálni. Ha ő meg tudja csinálni, akkor az is meg tudjám csinálni. Erről van szó. Chris Gardner meg tudta csinálni, és te miért nem tudod megcsinálni? Nem vagy elég hozzá? Tehát itt tényleg ez a és tudod, olyan mennyiségű érzelmi és együttérző energiát halmoz fel a film egész végig, olyan érzékenyen bánik ezzel a témával, ezért is került fel a listánkra, hogy igazán fáj nekünk a film befejezése.
A 9. helyezett mai listánkon a Napfivér Holdnővér című film. A Napfivér Holdnővér Franco Zeffirellinek a filmje, 1972-ből a Szent Ferencnek az életét dolgozza fel egy musical formájában. És hát ez a film az kicsit kilóg a mai válogatásból. Hát ez az magyarázata szorul. Mert hogy ez a film, ez a vállalt szegénységről szól, ez az önként vállalt szegénységről szól. Ez nem arról a szegénységről, amelybe belekényszerített téged a sorsot, hanem azt, amelyet te arról, amit te választottál. Ez a szegénységről, mint erényről szól, ez a szegénységről, mint életvezetési útról szól, nem pedig a szegénységről, mint nyomorúságról szól. A szegénységről, mint gazdagságról szól, ha úgy tetszik. Ez el kell mondani, hogy amikor Robival válogattuk a 10 topot, akkor fölmerült, hogy a Francesco című filmet, tehát vagy a Napfivér Holdnővért, vagy pedig ugye a Mickey Rourke féle Szent Ferenc feldolgozást. Ez egyébként nekem a Mickey Rourke féle film, most függetlenül, hogy nagyon groteszk, hogy éppen Mickey Rourke játsz a Szent Ferencet, ez már szinte perverz, de az a film szerintem sokkal jobb filmként, mint a Zeffirellinek ez a nagyon-nagyon gicses alkotása. De ugyanakkor ebben a filmben a szegénység, mint téma van kiemelve, tehát ugye a Szent Ferenc otthagyja a gazdag posztógyáros apját, akinek minden a pénz, a mammon imádó, és kitagadja a hülye fiát, aki... Míg a Mickey Rourke féle film, ott pedig az inkább egy misztikus film. Tehát abban sokkal több a spiritualitás, itt pedig inkább több a szegénység. Azért került be a Szent Ferenc filmek közül ez. A Napfivér Holdnővér az azért különleges, meg önmagában a szegénységről való ilyetén beszéd, ahogyan azt a Zeffirelli ebben a filmben elköveti, azért különleges, mert a szegénységet általában mindig a társadalom, és pedig a középosztályos társadalom, vagy a gazdagok társadalma felől nézzük, nem pedig a természet felől. Ha a természet felől nézzük a társadalmat, akkor a társadalom elfajzott, hiszen a természetben mindenki mesztelen, a természetben mindenki koldus szegény, sosincs megtervezve a következő étkezésed, tehát nincs az, hát hogy itt... Hát az nem igaz, hát a mókusok, meg a nem tudom, különböző hát télen, madárfajok, azok maximum télen elrakják a télire, a kutyám de... is elásta a csontot. Jó, télire, de nyáron nincs ilyen, tehát nyáron nincs ilyen, tehát nyáron elveszed azt, amit a természet ad. Tehát mindenki koldus szegény a természetben, és ez az a film, amely végre a szegénységet nem az emberi társadalom felől közelíti meg, ahonnan az nyomor, hanem a természet felől, amely ahonnan az maga a boldogság, és maga az Istennel, a természettel, a mindenséggel való önfelett egység, és amely aspektusból nézve az embereknek a társadalma, amely szegénységben és gazdagságban gondolkodni képes, abban a relációban létezni képes, az pedig maga a nyomorúság. Tehát itt a krisztusi szegénység az nem egy együttérzés a szegényekkel, tehát itt nem szolidaritásról van szó, hanem valami elemi, valami eredeti, valami az az ember isteni állapothoz való visszatérésről van szó. Az az ember természetes eredendő állapota. Na, erről van szó, tehát a szegénységből fakadunk. A paradicsomi kertben, ugye a mesztelen Ádám és Éva erre gondolsz. Pontosan. Pontosan. Tehát a szegénység az hol nyomorúság? A városban, ahol az aluljáróban pusztulsz meg és vagy mocskos, nem pedig a réten, ahol az Isten adja neked alá a zuhanyt, megfürdesz a tóban, ahol megszárítkozol a széllel, ahol betakar téged a fáknak a lombja, és így tovább. Na, erről szól a Napfivér Holdnővér. Tehát, hogy a természetben a szegénység értelmezhetetlen, a természetben a gazdagság, a felhalmozás, az az, ami a nyomorúság, az az, ami a természettől való elszakadás. Igazából a gazdagságból fakad, hogy többet és többet akarsz. Tehát azt hiszem, hogy a Porgy és Bessben van egy olyan dalszöveg, hogy nincs semmim, és minden az enyém, én mással nem cserélnék, mert ágyam nincs, autóm nincs, és fillér pénzem sincs. Tehát akinek nincs, attól próbáljál meg elvenni. Akitől nem lehet elvenni, az mitől féljen, mitől rettegjen, miért akarjon még, mikor már is nincs semmije, és még mindig köszöni szépen, nagyon jól el van. Na, ilyen ez a mi Szent Ferencünk. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Gyomok között című film, amely a
Jack Nicholson és Meryl Streep. És a Meryl Streepnek a főszereplésével. Most két ilyen kiváló színésszel, hát azért ritkán láttok ilyen rossz filmet. Nem tudom, nem hogy... Nem értek egyet. Akkor ez hogy film, került a top 10-hez, ha ilyen nagyon rossz hogy film? Hogy került? Úgy, hogy az egyetlen film, ami a hajléktalanokról szól. Tehát én az egyetlen film, amit ismerek, nem, a hajléktalanokról. Van más amerikai film is, de ez és most teljesen is meg tudod mondani? Nem, az viszont meg akarom kérdezni a hallgatóktól. Egy fiatal elmebeteg srácot kizár az anyja, és hajléktalan lesz, aztán meg egy idősebb néger hajléktalan veszi őt a védelmébe, de nem tudja megakadályozni, hogy meg ne öljék a hajléktalan szálon, és a végén ilyen jutazsákba temetik el tényleg, mint a kutyát. Egy rettentesen nyomasztó film. Régen láttam, és nem tudom a címét, hogyha valamelyik hallgató emlékszik erre a sztorira, ez egy amerikai film, akkor azt kérem, hogy írja meg. Már úgy, mint a címét, 0629-9986-98-at az SMS számunk. Ez egy másik film, a gyomok mellett. Na, a gyomok mellett, vagy bocsánat, a gyomok között szerintem egy eléggé jó film. Egy eléggé jó film, kicsit vontatott, ez kétségtelenül. Rettentő vontatott, egy rettenetesen nyomasztó film. Tehát én egyébként azért bocsájtom meg ennek a filmnek, és hogy van a szürreális részei, amelyek nagyon kiválóak. Tehát amikor a halottak ott a Mozart requiemét éneklik gyertyával a kezébe, mert már delíriumban van az alkoholista Francis, mármint akit a Jack Nicholson játszik, az valami hihetetlenül brilliáns jelenet. Nagyon jó jelenetek vannak benne. De annyira nyomasztó ez a film, hogy az tényleg az elviselhetetlenségig, és a vontatottságát én azért tudom valahogy bocsánatosan kezelni, mert úgy gondolom, hogy a hajléktalanoknak az élete az valami ilyesmi lehet. Ilyen kilátástalan, ilyen gyötrelmes, ilyen rettenetes, tehát ilyen ahogyan ez a film... Ahogyan az idő itt múlik. Igen, ahogyan itt ebben a filmben múlik az idő, úgy képzelem, úgy múlik ott az idő. Halász király legendája, írja a kedves hallgató. Na igen, abban egy hajléktalan a főszereplő, de az nem a hajléktalanságról szólt. Így van, így van. Egyébként a Terry Gilliamnek az egyetlen igazán rossz filmje. Igen, igen, ebben egyet tudok érteni. Na most a Jack Nicholson az egy ilyen igazán lecsúszott, lepattant, szerencsétlen alkoholistát játszik, és ott van mellette a Meryl Streep, aki pedig egy rettenetesen kilátástalan és egy végtelenül... Valamikor is zongorista nő vagy? Nem, énekesnő volt. Énekesnő volt, a Jack Nicholson meg baseball játékos volt, mármint a Francis Phelan, akit játszik. Egy baseball játékos volt. Tehát mind a kettő egy tök jó kis középosztályos egzisztencia volt, tehát szó nincsen arról, hogy csúsztak le. És onnan csúsztak le, és azért jó a film, mert nem csak a hajléktalan létet mutatja be, hanem a hajléktalanná válásnak a belső motívumrendszerét, tehát azt, hogy hol történt, tehát hol kapott Gellert a Jack Nicholsonnak az élete, mármint a Francis Phelannek az élete, és a Helen Archernek az élete, tehát hol volt az a pont az életükben, hol történt az a defektus az életükben, aminek a hatására elvesztették a reményt, elvesztették azt a belső lelki energiát, ami tovább tudja vinni őket, és hogyan csúsztak le, tehát hogy vesztették el az akaraterejüket. Tehát igenis, az akaraterő is egy véges mennyiség az emberben, pontosan úgy, mint minden más, pontosan úgy, csak még jelenleg nem állunk azon a technikai színvonalon, hogy mérni tudjuk az embernek az akaraterejét, de igenis, kritikus szint alá tud zuhanni az ember akaratereje, és akkor lecsúszik, és akkor hajléktalan lesz, és akkor alkoholista lesz, és akkor kilátástalan nyomorba züllik, és van ilyen igenis, és hogy a gyomok között ez egy olyan film, ami végtelen nagy együttérzéssel és végtelen nagy empátiával közelít ehhez a témához. Farkas Attila Mártonnal, akivel a Gyomok között című filmet ajánljuk a számotokra, hogyha át akarjátok élni azt, hogy milyen lehet a hajléktalan lét, akkor nézzétek meg ezt a filmet, mert gyötrelmes lesz. És a struktúrájában, tehát úgy értem, hogy tényleg ez nehéz lesz végigülni ezt a filmet, mert nem nagyon történik benne semmi, hanem így vonszolják magukat jobbra-balra, és így végig kell nézni. Hajléktalan lét is úgy képzelem, hogy olyan, hogy 20 éven keresztül laksz az utcán, de gyakorlatilag 20 órában össze lehetne foglalni azt, ami történik veled, de nem, mert azt a 20 évet azt végig fogod élni, baszki. Végig, egy napra nap végig fogod élni az egész 20 évet. És itt ebben ez a rettenetes. Erre a filmre tudom azt mondani, hogy gyötrelmes végignézni, rettentően vontatott, az elviselhetetlenségig vontatott, olyannyira, hogy még az én tanult kollégámnak, az Attilának, aki egyébként büdös nagy sznob, és imádja a rossz filmeket, még neki is csak másodjára sikerült végignézni ezt a filmet.
egyébként ez tényleg így van. Tehát az első alkalommal kb. 10 évvel ezelőtt láttam. De mindegy, évekkel ezelőtt láttam, és nem néztem végig, mert rettentesen untam, viszont most megnéztem a műsor miatt újra, és nagyon-nagyon-nagyon bejött. Nagyon bejött, tehát ezért oda ragasztott, úgyhogy azóta még jobban elsznobultam. És a Robi arra gondol, hogy én szeretem ezt a vontatott mozit, tehát szeretem a kelet-európai filmeket, szeretem Tarbélát, szeretem Tarkovszkit, stb. Stb. Aki mondjuk ilyen filmeket kedvel, akkor annak különösen ajánlott, de... Szóval nem azért, várod egy filmtől, hogy nagyon pörgős legyen, nem várom egy filmtől, mert egy film az hogy is mondjam, az nem csak a sztorira, meg a történetre épít. Egyébként itt a sztori, meg a történet, az így történnek dolgok. Például a barátját agyonverik, például földgyújtják azokat a vagonokat a békés polgárok, ahol ezek a szerencsétlenek laknak. Egyébként egy nagyon lényeges információt elfelejtettünk mondani. Ez nem most játszódik, vagyis nem a napjainkban, nem, vagy nem 1938-ban. Tehát ez bizony a világválságnak az utolsó, tehát közvetlenül még a háború előtti. A világválságnak az amerikai áldozatai. Ugye, rengeteg film készült az amerikai 30-as évekről, de többé-kevésbé ugye ezek ilyen gangster filmek. A Bonnie és Clyde-tól kezdve, akkor ugye a Baker fiúk, stb. Stb. Tehát ugye a válságnak volt egy ilyen hatás, hogy rengetegen elmentek gangsternek, hogy éljen-e halljanak. Volt egyszer egy Amerika. Volt egyszer egy Amerika, persze, csak én olyanokat mondtam, ami egy-egyben megtörtént, tehát az ilyen dokumentum alapja van. A Baker fiúk tényleg voltak, Bonnie és Clyde tényleg voltak, stb. A nagy része, aki viszont nem ment el gangsternek, azzal mi történt? Hát azok ott a gyomok között. Ott laktak a gyomok között a vasúton, és fölgyújtották őket, és agyonverték őket a polgárőrök, meg egyebek. Szóval ezekről az emberekről szól ez a film. Egyébként nagyon-nagyon... Néha vannak benne gicses jelenetek, ez kétségtelen. A nagy rész azonban, hogy is mondjam, szikármozi, nagyon jó színészi játékokkal, és remek fényképezéssel. Tehát én csak ajánlani tudom. Ez a Gyomok között című film, ami az 1938-as Albany nevű kisvárosban, New York államban. És van egy icipici ilyen amerikai munkásmozgalom jellege, ugye vannak benne, ez megjelennek a sztrájkolók, meg a sztrájktörők, tehát ilyen mellékesen azért ott van ez a téma, és akkor itt tulajdonképpen említenék két régi amerikai filmet, mind a kettő regényből készült, az Érik a gyümölcs, és az Egerek és emberek. Az tulajdonképpen még így nem kifejezetten és kimondottan a szegénységről szól, de valahol arról a régi amerikai proletariátusról. Az Egerek és emberek sem a szegénységről szól, hanem a szegénység közegében. Világos, szól. Világos, ezért mondom, hogy nem a szegénységről szól, de az ott átjön ez az amerikai prolilét. Az a régi amerikai prolilét, ami ugye... Kaptunk SMS-eket. Csudafilm, ez vicc volt, írja a kedves hallgató, tudod, ez a Kern András, valami hajléktalan, aki megnyeri a főnyereményt, vagy valamit örököl, vagy nem tudom, valami borzasztó vígjáték. Én azt nem láttam, és nem is fogom megnézni. Neki. Ne haragudjatok, nem nézem meg. Sziasztok, remélem rajta lesz a listán a Talpalatnyi Föld című magyar film, írja nekünk Gyuri. Hát sajnos nem, mert magyar filmeket nem vettünk be. De igaza van, teljesen igaza van. Így van, tehát amikor mondom azt, hogy csempészek, akkor a Talpalatnyi Föld, hogyne. Nagyon szépen köszönöm, sőt, igazából szégyellem magam, mert el is felejtettem ezt a filmet. Én gyerek meg kamaszkoromban láttam, de tisztán emlékszem rá, pontosan. Rüzse anyóka ír nekünk egy SMS-t, azt írja, ami az elégen túl vagyon, ingyen sem kellene. Ez egy kínai versrészlet, és milyen jól hangzik. Az én szívemnek kedves. Az irány sem mindegy, ha a gazdagságból mész a szegénységbe, mint Szent Ferenc, akkor tudod, mit veszítettél, miről mondasz le, mert látod az igazi értékeket. Ha fordítva, akkor már menekülsz valami elől, és nehezebb leállni. Ez mennyire így van, ahogy a kedves hallgató írja, az nagyon, nagyon úgy van, és sajnos ez nem egy PC állítás, és még lesznek filmek, amelyek ennek az állításnak a mentén fogalmazzák meg magukat, hogy bizony a szegénység, a nyomor, az az emberi lelket is magával rántja. Hát, igenis, a szegénység nyomában jár a gonoszság, bizony, hogy ilyen van, hogy ilyen létezik, és ez egy nagyon nem PC állítás. Ez nagyon nem PC. De sajnos nem lehetett. Például egyébként az elefántember is ennek a szellemében született. Hát az elefántember egyébként az nem gonosz. Ja, de ott a szegények a gonoszok, akik kínozzák az elefántember. Az elefántember a középosztálynak a gazdagoknak a... Mert hogy abban az Angliában nincs is középosztály, csak gazdagok és szegények. Ahogy a gazdagoknak a védelmére lel, abban a pillanatban már ember ilyen bánnak vele. Abban a pillanatban már ember... Mert azok megengedhetik maguknak, hogy kifinomultak legyenek. Az emberség egy luxus,
amelyhez, ne, amelyhez az kell, hogy ne kelljen minden nap küzdened a fennmaradásért. Így van. Ez az állítás. Radírfej, tudom, hogy nem elsősorban a szegénységről szól, de a szürkeség és a perspektíva nélküliség bezártság. Mi a véleményed? Nagyon-nagyon szeretem azt a filmet. David Lynchnek egy eléggé nehezen, viszonylag kevesek által ismert, úgy tudom, az volt a vizsga filmje, nagyon szürreális, nagyon borzasztó és nagyon nyomasztó, egyébként semmi köze a szegénységhez. Legfeljebb jó, hát persze vannak ilyen, a lány, akinek udvarol, az egy ilyen gyári munkásnak a lánya, de igazából semmi köze a szegénységhez. Aztán kaptál egy minősítő SMS-t, akinek Tar Béla után Tarkovszki neve jut eszébe. Annak nagyon egyszerű struktúrák mentén jár az agya. Aha. A vontatott filmről volt szó, te. A hetedik, ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... A Darwin rémálma című film. Na, ez egy dokumentumfilm, ez az egyetlen olyan film a listánkon, ami dokumentumfilm és nem játékfilm, de nem lehetett lehagyni a listáról. És más szempontból is kilóg, ahogy a Szent Ferenc kilógott egy bizonyos szempontból, ez is kilóg, mert hogy ugye elsőre ez egy ökológiai katasztrófáról szól ez a film, nevezetesen, hogy a Victoria tóba betelepítettek valami... Nílusi sügért, és az kiirtotta a helyi halálományt. Na igen, de hát ez csak a kezdőpontja a történetnek. Mert hogy ennek a nílusi sügér nevű halfajnak a nyomában jár aztán az ember alatti szegénység, az elképzelhetetlen mértékű kizsákmányolás, a drogfüggőség, az éhezés, a prostitúció, a járványok, a hajléktalanság, és mindaz, amit el se tudtok képzelni. Méghozzá közép-afrikai színvonalon, tehát ehhez képest a gyomok között amerikai hajléktalanjai azok gentlemanek, meg lédik. Na jó, nem. Szóval itt azért, hogyha a rothadó haltetemekkel játszó legyekkel beköpött néger kisgyerekek. Szóval ez zabálják a halaknak azokat a részeit, amelyek nem kerülnek feldolgozásra, mert európai ember azzal semmit kezdeni nem tud, és azok is ott a napon rohadnak. Képzeljétek el, hogy Tanzániában milyen hőmérsékleti viszonyok uralkodnak. Képzeljétek el, hogy azok a halak mennyi ideig maradnak fogyaszthatóak olyan hőmérsékleten. És amikor halmokba állnak, a kidobott hal cafatok, az mekkora bűztáraszt. Rettenetes, elképzelhetetlenül, elviselhetetlenül borzalmas ez a sztori. Ez egy emberi pokol. Most azt lehet mondani, hogy Afrikában azt lehet mondani, hogy a fehér ember uralmának ez a harmadik fázisa, ugye indult a rabszolgakereskedelemmel, folytatódott a klasszikus gyarmatosítással, modern gyarmatosítással, és ez a harmadik, tehát a kapitalizmusnak ez a... Neokolonializmus, ezt igen. Így hívják, új gyarmatosítás. És megmondjam, mi a különbség az új gyarmatosítás és a klasszikus gyarmatosítás között? Az, hogy a klasszikus gyarmat ugyanaz a különbség, amit az egyik elmúlt műsorunkban a gekkó kapcsán, a tőzsdecápák kapcsán az új burzsóáziáról és a régi burzsóáziáról, illetve a kettő közti különbségről beszéltünk. Tehát a régi burzsóázia az még műveltebb volt, meg színházba járt, meg volt egy kis szabad ideje, míg az új burzsóázia az tulajdonképpen szellemileg proletár és önmagát kizsákmányolja, és kizárólag szenvedélybeteg, és semmi más nem érdekli, csak a napi 24 órás hajsza. Na, és ugyanilyen a különbség és a régi burzsázia az mecénás volt, és kultúrát támogatott, stb. Az új burzsázia az pedig barbár. Ugyanez a különbség a régi gyarmatosítás és a neokolonializmus között. A régi gyarmatosítás is kegyetlen volt, sőt, helyenként népirtások voltak, lásd indiánok, meg egyébként Afrikában is, meg szipolylázadás, meg stb. De mellette volt egy olyan aspektusa, hogy azért utak, hidak, vasutak, kórházak, iskolák épültek. Templomok épültek. Meg, volt egy meg volt régészet, meg a régi, az általuk leigázott gyarmati terület kultúráját például fölfedezték a régészek, érted? Míg, az új gyarmatosítás az semmi másról nem szól, mint azonnal, mint a sáska letarolni és lepusztítani mindent a legrövidebb idő alatt, és utána az özönvíz. Itt már nem állam gyarmatosít, itt már cég gyarmatosít, és a cég az tulajdonképpen az egy, hát hogy is mondjam, egy rákos daganat a modern emberi kultúrában? Tehát egy fekély? Valami olyasmi. Nehéz. Amit egyébként az államnak kéne valahol megállítani és szabályoznia, és egyébként itt látszik, hogy a liberalizmus az egyik leghazugabb világnézet. Nem a legkegyetlenebb, nem a leggonoszabb, nem a legaljasabb, de hogy a leghazugabb, az biztos. Egyébként ilyen esetekben látni a legjobban. Na most Oroszországból érkeznek úgynevezett hát ilyen szállító repülőgépek, amely repülőgépek szállítják el a halakat, mindazokat a feldolgozott halakat, amelyeket, azokat a nílusi sügéreket, amelyeket a Victoria tóból fognak. Most mondom, hogy minden más halat kiirtottak. Tehát ezek a nílusi sügérek, ezek úgy burjánzanak abban a tóban, hogy így gyakorlatilag egymást fajják, mivel hogy ragadozó halak, tehát
semmi más nem él ma már a Victoria tóban, tehát a komplett ökológiája a Victoria tónak ki lett pusztítva, és a nílusi sügérek zabálják egymást, amíg aztán ki nem fogják őket, és zabálja meg az európai ember a nílusi sügért. Ezek a repülőgépek, amelyeket orosz pilóták vezetnek, és hogy aztán ezek az orosz pilóták ott ezeket a szerencsétlen néger félgyerek lányokat hogyan... Na, inkább ne részletezzük, el tudjuk képzelni. Szexualizálják keresztbe kasul. De ez tényleg rettenetes. Tényleg embertelen. És ott az a felemelkedésnek az egyetlen útja, hogy egy ilyen repülőgép pilótával szexuális kapcsolatba kerüljél. Tehát ez az egyetlen lehetőséged az életben ott, ami veled történhet jó. Hát megérheted a halbelet. És... Na most a fontos kérdés a filmnek, hogy a repülőgépek, amelyek halakkal távoznak, azok mikkel érkeznek. Mert nagyon sokáig azt gondoljuk, hogy üres gyomorral érkeznek ezek a repülőgépek, de aztán a film végén ez lesz a nagy csattanó. Hogy vajon miket hoznak azok a repülőgépek? Mert profitábilis egy olyan repülőgép, amely üresen érkezik? Kimondjuk, vagy ez kvíz kérdés? Szerintem nem egy bonyolult kérdés, én azt nem, gondolom. Szerintem még sem. Pofám se lenne arra, hogy föltegyem kvíz kérdést, hogy vajon miket hoznak azok a repülőgépek. A rendező, Uper Sauper, aki egyébként, ezt elmondhatjuk, hogy ezt a filmet ketten készítették, Dennis Windefogel és Uper Sauper. A rendező, a forgatókönyvíró és az operatőr egyaránt az Uper Sauper, és a Dennis Windefogel az ő a producer és a vágó. Szóval maga a rendező mondta azt, hogy ezt a filmet le lehetett volna forgatni Sierra Leone-ben halászathelyet, gyémántbányászatról, Hondurasban banántermesztésről, Líbiában, Nigériában vagy Angolában nyersolaj kitermelésről. Tehát, hogy ez a modell... listát folytathatjuk tovább. Tehát, hogy a lényeg, hogy ez a modell, ez Afrikában működik, ez a neokolonializáció, amely történetesen Tanzániában a nílusi sügérről, illetve az ott élőknek a teljes nyomorba züllesztéséről szól. A toplista mai 6. helyezettje az Istenvárosa című film. Listánk egyik legjobb filmje. Az Istenvárosa. Sokat beszéltünk már róla, és egyébként biztos fogunk olyan SMS-t kapni, hogy miért ugyanarról a filmről már 6-szor beszélünk. És miért beszélünk 6-szor? Mert ez a műsor nem csak azoknak a hallgatóknak szól, akik már nem tudom én másfél éve hallgatják a műsort, hanem azoknak is, akik esetleg még csak 2 hete, esetleg még csak 2 hónapja hallgatják a műsort. Hát azért beszélünk 6-szor, mert 6 különböző aspektusa. Meg azért beszélünk 6-szor, mert az Istenvárosáról nem lehet elégszer beszélni, mert egy akkora filmről van szó, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen hallgatónk is legyen, aki nem látta még az Istenvárosa című filmet, amelyet a Fernando Meirelles rendezett 2002-ben. Egy olyan filmről beszélünk az Istenvárosa esetében, amely a hitelességnek olyan mértékét üti meg, hogy az ember sokszor elfelejtkezik arról, hogy egy játékfilmet néz, és azt gondolja, hogy dokumentumfilmet néz. A film szereplőinek a többsége ott helyben lakó, nyomorgó, szerencsétlen riói fiatalok, akik pontosan tudják, hogy milyen a nexus. És pontosan tudják, hogy hányasak a Rio de Janeiro-ban a nyomor negyedeiben. A favelláknak a világáról ilyen hiteles, és ilyen erőteljes, és ilyen zseniális filmet még nem készítettek. Ez a film egy teljes értékű film a szegénységről és a nyomorról, és emellett egy teljes értékű gangsterfilm. Tehát mind gangsterfilm is tökéletesen megállja a helyét, és hogyha majd egyszer lesz egy olyan listánk, amelyben a 10 legjobb gangsterfilmet fogjuk sorra venni, akkor abba a listába is ugyanis oda fog kerülni az Istenvárosa, mert ennél sokkal jobb gangsterfilmet se csináltak soha, még amióta csak celluloid létezik. Meg a kallódó fiatalokról, ahol volt egy ilyen a szempont is régebben. Itt most a szegénység. A ugye? Szegénység a lélekben van, sohasem a pénztárcában, írja nekünk Szilvia. Végre hallom a Robi hangját. Hát én is nagyon örülök, Szilvia. Az Istenvárosa című filmet láttad már? És hogyha nem láttad, akkor lehetséges, hogy még a korábbiakban... Akkor a Robi meghív téged moziba, és megnézitek ketten kedves az Istenvárosát. Kedves Szilvia, meg vagy hív a moziba. Mit szólsz? Elviszlek moziba. A szegénységem a pénztárcában van, hanem a mozi egyben. Az a lényeg, hogy ez a film, ez egy olyan negyedről szól, ez az Istenvárosa egy olyan hely, ahova a rendőr nem teszi be a lábát, ezt kell tudni. Tehát a 60-as években épült egy ilyen lakótelep, negyed, ez lett aztán később ez a Cidade de Deus, amely... Magyarországon is van ilyen egyébként kicsibe, tehát például a miskolci avas lakótelepre egy időben nem mentek be rendőrök. Na jó, nem, hát erről a helyről azt kell tudni, hogy ez a latin-amerikai út, és hogyha
ha a jövőnket akarjuk látni, akkor vigyázó szemünket jobb, hogyha Isten városára vetjük, ugyanis a gettósodás nyomában a nyomor, és hát a közbiztonságnak a privatizációja az 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 út, amire Magyarország is én úgy gondolom, hogy rálépett. Tehát a közbiztonság privatizációja az azt jelenti, hogy a közbiztonság onnantól kezdve, ami ez a braziliai modell, már nem jár alanyi jogon mindenkinek, hanem annak jár, aki meg tudja magának vásárolni. Na most ezt kétféle módon lehet megvásárolni, vagy vásárolsz magadnak egy lakóparkot és egy biztonsági szolgálatot, vagy pedig vásárolsz magadnak puskát. Ez a két útja van. Tehát a közbiztonság privatizációja ezt jelenti. Tehát itt az Isten városa egy olyan hely, ahol már nem várhatod el a rendőrségtől, hogy megvédjen, mert a negyedbe a rendőrbe sem teszi a lábát. Ez az egyetlen olyan gangsterfilm, ahol a rendőrök nem rúgnak labdába. Tehát itt már nincsenek is jelen a filmben rendőrök, ez a poén. Hát van egy pillanat, amikor megjelennek az utca végén, nem mennek. Ez egy olyan film, ami jól mutatja azt, hogy Magyarország hol fog tartani felbecsülhetően 20-25 év múlva, így folytatjuk. Szóval Magyarországról csak annyit, hogy itt szerintem inkább az lesz, sőt már most az van, hogy lakóparki lakást vásárolhatsz magadnak, fegyvert nem. Tehát aki kinreked a lakóparkból, annak fegyveresen lesz, tehát a szabadon lemészárolható. Ez a történet, ez három hősnek a története, és három modell, három életvezetési modellt mutat meg, hogy a favellában hogyan lehet fönnmaradni. Rakéta, Kizzé és Csirke. Ők hárman azok, akik három teljesen különböző irányt vesznek. Azt gondolom, hogy az erkölcsi fölény az a Csirkének az oldalán, az erőfölény az Kizzének az oldalán. Az életben maradáshoz szükséges megfelelő arány, megfelelő robbanó keverék, az pedig a rakétának az oldalán. Intelligencia. Lehet, én így fogalmaznék. Igen. Intelligencia, bizony. Igen. Úgyhogy azt tudom mondani erről a filmről, mármint az Isten városáról, hogy nem csak esztétikai szempontból, hanem igenis társadalmi szempontból a mi számunkra, akik itt lakunk a félperiférián, kötelező mű. A mai napon az ötödik helyig kúszott listánkon. A Csúfak és gonoszak című film. Amit egy SMS író az hiányolt is. Igen, már kérte, úgyhogy jön is. Hát ez a film, ez az egyik legnyomasztóbb film, amit láttam. Én kérdezem a Robit egyébként idefele, mert én nézettem meg vele szinte erőszakkal, nem akarta megnézni valami jó érzékkel, hogy nem röhögtél rajta, mert tulajdonképpen ez vígjátékként lett annak idején eladva. Én még középiskolás voltam, az 80-as évek elején ment a mozikba, és nagy film volt, utána nagy kultuszfilm is lett. Egy olaszországi, pontosan a Róma vidéki Bádog negyedbe, tehát ez a ilyen Viskó negyed, vagy Putri telepen játszódik. És hát te nem nevettél rajta semmit. Tele nevettem. Van fekete humorra. De szerintem ebben semmi humor nincsen. Én el tudom képzelni, hogy ez valóban így működik. És hogy olyan ember alatti erkölcsi és mentális és intellektuális színvonal alá züllött emberekről szól, hogy azt nem lehet elképzelni. Bármi megtörténhet ebben a filmben, amit ti el sem tudtok képzelni. Semminek nincsen következménye, és semminek nincsen érvénye. Tehát itt szexelnek keresztbe kasul egymással, de közben folyamatosan dühösek egymásra, gyűlölik egymást, egymás hegyén hátán laknak, embertelen körülmények között, tehát olyan nyomorban, amit tényleg hány négyzetméteren, nem tudom én, 30 négyzetméteren laknak 20-an? Vagy valami? Körülbelül, így van. Ezt képzeljétek el. És itt nem arról van szó, hogy a düh meg a harag, amit egymás iránt éreznek, az egy érzés, ami szól valaminek. Tehát általában a haragos ember az valamiért haragszik. Őnáluk nem ez a helyzet. Az alap attitűdjük, a világhoz való alapvető hozzáállásuk a düh és a harag. A alapból gyűlölik egymást, teljesen elegük van egymásból. Ez a film, ez mondom, ez is azzal a gondolattal kísért meg minket, hogy a nyomor nyomában ott van az aljasság. Ott van a lezüllés anyagi vonatkozásban, az magával hozza az mentális lepusztulást. A mentális és az erkölcsi lepusztulást. Tehát, hogy itt ezek az emberek, ezektől bármi kitelik, és szó szerint bármi. Tehát a család, gondoljatok bele, hogy egy 25 fős család lemészárolja, vagy merényletet követel az apa ellen, és
patkány méreggel mérgezik meg, de ráadásul annyira ordinári ostobák, hogy miközben eszi a patkány mérget, így röhögnek azon, hogy a térdbe patkány mérget tettük. Tehát, hogy még arra se képesek, hogy egy gyilkosságot nem tudnak felnőni még az aljasságukhoz se intellektuálisan. Tehát annyira lezüllött népek, hogy az valami botrány, valami közbotrány, valami undorító és ocsmány az egész. Szóval csúfak és gonoszak, még egy-két mondat erejéig, valahol, tehát ez a film ugye nem baloldali. Nagyon nem baloldali, sőt éppen ellenkezőleg, ez nem romantizálja a szegénységet. A Lars von Trier filmjével általunk annyit vitatott Dogville-lel rokon, csak nem jut el a konklúzióig. Megáll egy ilyen nagyon keserű helyzetleírásnál. A film azzal kezdődik, egy ilyen nagyon szép kis kép, egy ilyen hatalmas nagy sárga gumicsizmába egy ilyen törékeny kiskamaszlány megy ki a kútra vízér, és viszi be a vizet ugye ebbe a családhoz, bádogtelepre, és majd ugyanezt a kislányt látjuk a film legvégén, megy ki a kútra a vízér a hatalmas gumicsizmába, és már hatalmas pocakja nőtt, már ott készülődik a hasába a jövő. A jövő, ami semmiben nem fog a jelentől különbözni, tehát itt megállt az idő, és nincsenek erkölcsi érvények, bármikor megtörténhet. Olyan rettenetes, elképesztő, elviselhetetlen nyomor az, amiben ők élnek, ami ahogy a Magyarországon csak cigányok élnek egyébként. Az az érdekes, hogy az olasz társadalom, ami ebből a filmből következik, hogy az olasz társadalom az kitermelte saját magából azt, ami Magyarországon a cigányság, pusztán csak azért, mert annyira délen vannak, hogy már nincs tél, tehát már nincs az a hideg tél, amiért össze kell, hogy szedjed magad ősszel, hogy télen fűteni tudjál, hogy le tudjad szigetelni a lakásodat, hogy ne fagyjál meg. Tehát, ahogy délebre megyünk, az emberi, hát hogy is fogalmazzak neked, az emberi civilizáció nem lehet véletlen az, hogy a térítőktől északra, illetve délre alakult, hát ki, nem pedig az egyenlítő környékén. Ez, amit most mondasz, ez a híres challenge elmélet. Tehát, hogyha nagyon-nagyon nehéz az életkörülmény, ott nem alakul ki civilizáció. Ha nagyon könnyű az életkörülmény, nem alakul ki a civilizáció. Ahol elviselhetetlen, tehát sem a sarkvidékeken, sem az egyenlítő mentén nem alakul ki civilizáció, hanem éppen ott, ahol küzdködni kell, de viszont van elég termőföld, nem, stb. Hát ott, ahol a télért a nyár a jutalom. Így és van. A nyárnak a fejében viszont meg a térre föl kell készülni. Na lehet, tehát, hogy ez fog most nekünk elveszni, és visszasüllyedünk oda. Hát a globális felmelegedés veszélye azon van, és az egész világ ilyen csúfak és gonoszakból fog állni. Ja Istenem, de rettenetes. És hogyha ez így lesz, akkor már olyan se lesz, aki filmet akarjon erről forgatni. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett Mike Leake filmje, a Mezítelenül. Na ez egy igazán nyomasztó filmdráma. Egy rettenetes, szerencsétlen, és talán sorsú, az egyetlen hagyományos értelembe vett művészfilm. Igen, ez egy nagyon a top 10-es listán. Igen, ez egy rettentő nyomasztó film. Johnnyról, akit a David Thewlis játszik. A Thewlis játszik. Egyébként maga David Thewlis is Cannes-i nagy díjat kapott a legjobb férfi alakításért, a Mike Leake megkapta a legjobb rendezőnek járó Cannes-i nagy díjat 1993-ban, tehát egy nagyon gazdagon jutalmazott művészfilmről beszélünk, tehát egy egyáltalán nem periférikus filmről beszélünk. Ez a Mike Leake ezzel a, tehát úgy gondolom, hogy ez volt a népszerűbb filmje, vagy a legismertebbé vált filmje a Mike Leake-nek, annak ellenére, hogy én úgy gondolom, hogy például a Titkok és hazugságok az egy jobb film ennél. Hát ennél sokkal nyomasztóbb filmet nem nagyon láthattatok erről. A szerencsétlen, pengő-lengő, hajléktalan sorba kényszerült, de mégsem a hajléktalanok módjára élő Johnnyról, aki azért nem olyan, mint a hajléktalanok, mert teljesen nem engedi el magát, de ugyanakkor semmi ambíciója nincsen. Tehát sem feltörni nem akar, de ugyanakkor meg valamennyire tartja magát, és így egyik házból a másikba, egyik úgynevezett baráttól a másikig, de egyik se az igazán a barátja, mindenhol csak úgy vendég, olyan idegen, semmi, az emberi kapcsolatai teljesen kiüresedettek, és láthatóan igénye sincs többre, valami belül eltört, de mégsem tudja elengedni igazán szerintem magát. Szerintem én elfelé az állapot felé tartok lassan, hogy egy kis személyes dolgot is belevigyek. Nagyon szimpatikus, amiket itt elmondtál. Hát figyelj, írjad meg, és megrendezzük, mit szólsz. Nagyon jó. Szóval kapunk azért egy kis palettát ott a londoni társadalomról, vannak azért aranyifjak, meg ilyen-olyan-olyan figurák, nem tisztán a hajléktalan közegbe játszódik. Vannak drogosok, stb. Egy rettentően gyökértelen, egy rettentően elidegenedett, végtelenül
embertelen és kilátástalan világ. A mezítelenülnek a világa, amit a Mike Leigh felvett. A Mike Leigh egyébként szintén egy olyan irányt ír le, mint a legtöbb rendező, amelyik olyan sötét filmektől indul, és ahogy öregszik, úgy fél nyilván egyre jobban a haláltól, és úgy jönnek az egyre pozitívabb, egyre optimistább filmek. Tehát a Hajrá Boldogság című legutóbbi filmje a Mike Leighnek, hát nem is igazán méltó az ő korábbi filmje. Ez egyébként mondani. Az, hogy mezítelen, ez egy nagyon-nagyon jó cím, mert hogy metafora. Hát persze. Tehát ez a teljes lecsupaszítottság. Hát őről aztán már lemállott minden. Nem csak máz, nem csak minden póz, minden ambíció. Ő nem akar semmit az élettől, a következő táli ételig gondol, és semmi tovább. Tehát ez rettentő. Lehet ebből egy ilyen buddhista praxis igen, is. Igen, csak itt ebből nem válik gonoszság sem, mint ahogyan a csúfak is gonoszakban, hanem itt ez egyszerű nihilizmus marad. A tiszta nihilizmus. Azért remélem a hallgatók felfedezik, hogy azért ebbe a top 10-be a szegénységnek mennyire különböző arculatait láttuk. Ugye a szenvedő hajléktalan, az önként vállalt spirituális célzatú szegénység, akkor a nihilizmus, az elaljasodás, tehát itt különböző típusú szegénységekről van szó. És még csak most jön a dobogó. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Bicikli Tolvajok című film. Na ez a film, ez pont az ellenkezője a csúfak és gonoszaknak. Ez is olasz film, de ez egy régi olasz film, tehát nem sokkal a háború után készült és játszódik, és ugye Vittorio de Sica klasszikusáról van szó. Igen, ez most megint egy újabb színfolt azon a bizonyos palettán, amelyet a szegénységről szóló filmekről mit próbálunk elétek tárni. Itt a szegénységnek a heroizmusa az, ami az előtérbe kerül. Itt nagyon romantizálva van a szegénység. És itt hozzárendelünk egy erkölcsiséget a szegénységhez. Nem szükségszerűen, de példaértékűen. Na azért röviden mondjuk el a tartalmát. Mi az, hogy bicikli tolvajok? Tehát van egy családapa, ugye háború utáni Olaszország, nincs munka, gazdasági válság, minden rossz, amit el tudunk képzelni. Ugye hát aki átélt a háborút Magyarországon és az utána levő éveket, szüleink, nagyszüleink, azok erről sokkal többet és sokkal hitelesebben tudnának mesélni, mint mi magunk. Na, és akkor van egy ember, akinek el kell tartani a családját, és kap egy munkát. Plakátokat kell ragasztania. Ehhez ki kell váltania a bicikliét az állokházból, mert ugye hát kell egy bicikli ez a munkához, máskönben nincs meló. De mivel nincsen pénze, ezért aztán az ágyneműket adja be az állokházba. És akkor megvan a bicikli. Úgyhogy nincsen ágynemű, de van bicikli. Na, megvan a bicikli, lesz munka, és mi történik a biciklivel? Első nap ellopják. És innentől kezdődik a nyomozás, hogy kilopta el. És hát a rettenetesen sötét katarzis a filmnek a végén, amikor a hősünk megtalálja a biciklit, megpróbálja visszaszerezni a biciklit, de akitől vissza akarja szerezni, az már úgy áll hozzá a szituációhoz, mint egy jogos tulajdonos. Kvázi ő az, aki a kvázi bicikli tolvaj, ő válik bicikli tolvajjá ezáltal. Az utcai csőcselék természetesen rögtön a bicikli tolvajnak ad igazat, a mi hősünk ellenében, tehát Antonio Riccivel szemben. Mi a következménye ennek, hogy már is ráhívják a rendőrt? Alig tud elsonfordálni, hogy ő igazán nem akart ellopni a biciklit, és mit csinál? Fog egy biciklit, és megpróbál ellopni a másét. Hát ő maga válik bicikli tolvajjá, és természetesen lebukik. Azonnal lebukik, mert hogy ő nem igazi bicikli tolvaj, mert annak se jó, mert ő csak egy plakátragasztó szeretne lenni. Hihetetlen jó történet egyébként. És akkor ott a kisgyerek. Ez egy nagyon romantikus sztori. Nagyon-nagyon romantikus. Ez a szó legigazibb értelmében. Tehát olyan csak módon, erről a szóról máshogy teszünk, hogy romantikus. Jó, nem a mai értelemben, hanem a kultúrtörténeti értelemben. Úgy romantikus, ahogy a Nyomorultak című. Ja, persze, és a Nyomorultak című film romantikus. Igen, tehát a romantika az egy kostímus volt. Tehát nem csak a nyálregényeket, vagy lányregényeket. Muszáj volt most elmondani, bocs. Hát igen, ez a szó is kiürült valami mássá. Szóval a bicikli tolvajok az bizonyos értelemben pont az ellenkezőjét állítja annak, amit a csúfak és gonoszak. Tehát annak van egy hősies aspektusa is, és nem csak egy ilyen nyomorult, egy ilyen dögszagú aspektusa van. A szó szellemi, kulturális, erkölcsi és minden egyéb értelmében. És akkor itt mondjuk azért meg kell említeni, hogy a régi olasz film
Az úgynevezett olasz neorealizmus. Igen, ezt hívják neorealizmusnak. Pontosan, tehát mondják azt, hogy így van, tehát Vittorio de Sica, de Pasolininek a korai filmjei, a Csóró, a Mamma Róma, ugyanezt a világot veszi górcső alá. Némileg ezt a piti alvilágot is, tehát a prostituáltak, az ilyen pitjáner tolvajok, utcagyerekek, stb. A világát, és megpróbálja valahogy úgy ábrázolni, hogy minden keménységével együtt, de tényleg ad ennek az egésznek valami vagy hősi aspektust, mint a bicikli tolvajokban, ezt egyébként ugye Robi jól mondta, vagy pedig mártír aspektust. Tehát például eszembe jut Pasolininek a Csóró című filmje, ami egy tényleg egy szánalmas és alapvetően egy undorító féregről szól, tehát egy ilyen pitiáner nőkön élősködő, ilyen striciből is kikopott dolgozni nem akaró figuráról, és valahogy az is olyan mártírrá válik valahogy. Igen. Mégis a filmben. Tehát nagyon fura ez a hozzáállás, a olasz neorealizmusnak ehhez a társadalmi problémához való hozzáállása. Én egyébként arra gyanakszom, hogy nagyon-nagyon erős volt Olaszországban ekkor a baloldal. Tehát a kommunista pártnak igen. óriási volt a befolyása a háború után, és ez teljesen rányomta az olasz filmművészetre a pecsétjét. Na hát igen, ekkor tájt volt az, hogy szinte minden választást az olasz kommunista párt nyert meg, csak aztán nem került hatalomra, mivel hogy relatív többséget szerzett, tehát a legnagyobb pártként került be a törvényhozásba, az összes többi párt, polgári pártok, meg mindenféle egyéb pártok összefogtak azért, hogy a kommerek ne kerüljenek hatalomra. A latin országokban, egyébként a francia kommunista párt. Franciaországon is megtörtént ez. Így van, franciáknál, igen. meg az olaszoknál baromi erős igen, volt igen. a kommunista párt. Szóval, hogy ez az a film, ahol a szegénység az nem nyomorult tengés-lengést és züllést, hanem a küzdelemnek a folytonosságát és a végtelenségét és a kilátástalanságát és ennek ellenére a küzdelemnek a vállalását jelenti. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez pedig a Modern idők című Chaplin film. Még mielőtt belemennénk a Chaplinbe, azért remélem a hallgatóság észrevette, és azért én is most eszmélek, hogy szemben az eddigi szinte összes top 10-zel, tehát azokkal is, amikor én itt nem voltam, azért így körülbelül tudom, hogy milyen top 10-ek mentek itt, mert így beszoktál róla számolni, itt van a legtöbb régi film, és közte egészen régi filmek is. Hát most ez egy 1936-os film. Na de hogy miért? Tehát, hogy ez a téma, tehát régen csinálták erről a jó filmeket. Jó, azt lássuk, hogy a Chaplin is egy borzasztó kőkeményen baloldali figura. Tehát, hogy ő neki ez egy érzelmi uh-huh. kérdés, hogy a szegények és a nyomorultak és a kisemmizettek és a társadalom. Na jó, de az előbb Vittorio de Sica, most Chaplin. Igen. Akkor még itt 70-es évekbeli filmek. Tehát van most készült film a listánkon? Van, mert az Isten városa az például egy mostanában Boldogság nyomában. Ja, úgy mostanában, ja, igen. Na most itt ebben a filmben aztán olyan jelenetek vannak, hogy hát csuda. Hát én olyan, tehát az, amikor görkorcsolyázik, és majdnem leesik ott vagy galéria mellett görkorcsolyázik, ahol a galériát átépítik, és nincsen korlát. És bekötött szeme, beköti a szemét, hogy azzal imponáljon a csajának, és úgy görkorcsolyázik, hogy 9-szer majdnem beleesik, de nem is hiszem el, hogy ezt hogy vették föl, vagy egyáltalán hogy merészelte ezt. Annyira extrém, és amikor leveszi a szeméről a kötést, akkor veszi észre, hogy úr Isten majdnem meghalt, és akkor elkezd ott bénázni, hogy majdnem beleesik, akkor aztán komolyan a néző a szívéhez kapkod, hogy úristen, mi lesz vele, mert pontosan tudja, hogy 1936-ban nem léteztek olyan trükkök, ez így élőben történik. És egyébként ez a klasszikus néma filmnek az öröksége, Buster Keaton és Harold Lloyd, azoknak ugyanígy nem volt dublőrük, és amikor látjuk mondjuk Harold Lloydot ott fönt a felhőkarcolókon ingadozni, meg táncolni, az valódi felvétel. Tehát minden valódi. Ezek elképesztő figurák voltak. Tényleg. Egyébként, elképesztő figurák. Na de térjünk vissza, miért a szegénységről? Ugye ez egy munkanélküliről szól, és egyébként így a durvább humorok, meg ez az a híres film, talán biztos emlékeztek, hogy a fogaskerekek között megy a Chaplin, meg lyukat fúr a sajtba, hogy legyen lyuk a sajton, amikor kiviszi. Tehát ezek nagyon klasszikus, híres képek. De ami érdekes, hogy nagyon-nagyon finom, ilyen nagyon finom dolgok vannak benne. Tehát például csak ennyit ír ki, ugye félig hangos film, félig néma film, hogy itt hangosan
énekeltek benne, de azért alapvetően néma film, hogy van egy ilyen sztrájk, pontosabban tüntetés, és akkor így a néma filmes kiírás ennyit ír ki, hogy mostanában sok a baj a munkanélküliekkel. Tehát, hogy ebbe szerintem valami olyan mély és tömény ilyen akkori társadalom meg rendszerkritika volt. Pusztán csak ebbe az egy mondatba, hogy mostanában sok a baj a munkanélküliekkel, és akkor szervesen beleviszi a film cselekményét ebbe a közegbe, ahol ott a rendőrök verik szét az tüntető amerikai munkásokat. Hát igen. Megemlíteném azért, hogy is mondjam, tehát lehetne itt azért több Chaplin filmet, tehát ott van még a Nagyvárosi Fények, a Vaklánya, stb. Ehhez nagyon-nagyon hasonló, de azt hiszem, a Kölyök, pontosan, de azt hiszem, hogy a Modern Idők a csúcs. Na most, a klasszikus Chaplin. Hát azt lehet mondani, hogy a Chaplinnek a legközismertebb filmje azért a Modern Idők. Persze, persze. Csak. És hát ez az a film, ahol már feszegeti a Chaplin a néma filmnek a határait. Ugye hallottátok az előbb ezt az éneklős kis részletet, tehát hogy ez már a hangos film irányába tett gesztus, azért Chaplin sokáig nem hitt a hangos filmben, tehát sokáig demonstratíve vállalt a néma film készítést, amikor már technológiailag ez meg volt haladva. De a néma filmjei jobbak egyébként, mint a hangos filmjei. Ezt nyilván ő is érzékelte. Tehát ez nyilván ő is tisztában volt. Most itt tényleg ez az a film, a Modern Idők, amiről elmondhatjuk, hogy a Chaplinnek az egész művészeti tárháza az a csúcson van. Tehát itt produkálja a maximumát annak, amit a Charlie Chaplin tud. Úgyhogy ha mondjuk akartok adni egy esélyt a Chaplinnek, és nem csak a szegénység tematikában, akkor a Modern Idők az egy kiváló választás a részletekről. A csúcsok csúcsa, a mai number one, az Éjféli Cowboy című film. Azt írja a kedves hallgató, ez a zene egy Return to Forever-es Chick Corea téma. Aztán itt van még egy kedves hallgató, azt írja, nagyon jó a Chaplin című önéletrajzi film is 92-ből. Hát sajnos nem láttam. Igen, a Robert Downey Jr. játssza a Chaplint, és hát igen, az igen. Szóval, lekéstem az elejét, Robi. Kortszerelmek? Kérdezi Tamás. A kortszerelmekre nem térünk ki, ugyanis a kortszerelmek szintén bizonyos epizódjaiban a szegénység közegében zajlik, de az sem a szegénységről szól. Hanem csak nem a közeg, a háttér. Igen. Meg annyi minden közegben is játszódik a kortszerelmek. Igen. Kifejezetten a gazdagok világát is megmutatja. Nem úgy, mint az Éjféli Cowboy című film, amely kifejezetten a szegénységről szól. Ez az a film, ami az amerikai álomnak az árnyoldaláról szól igazán. Ezt a mondatot egyébként ma a tizedik helyezettnél a Boldogság nyomábannál is elmondtuk. Na, a Boldogság nyomában szeretne egy olyan film lenni, mint az Éjféli Cowboy. Ha akarjátok tapintani, hogy mi a különbség a tizedik és az első helyezettünk között, akkor ez, pontosan ez. Az Éjféli Cowboy az az amerikai film legnagyszerűbb korszakának a terméke, tehát annál nincsen. Tehát és egyébként az egész nyugati filmgyártásnak, sőt a magyar filmgyártásnak is a legnagyszerűbb korszaka. Én azt gondolom, hogy 65-től 80-ig. Aha, van az a 15 év. Az. Akkor születtek a legjobb a filmek nagyon Amerikában. Nagy filmek, szóval akkor volt az, hogy Amerika filmgyártása olyan színvonalon volt. De mondom, volt, hogy nem csak Amerikában, előzte az egész Európában is, Magyarországon is. Hát ez még egyébként történetesen Magyarországon, a magyar filmnek is az a legnagyobb. Jó, ott inkább azt mondanám, hogy 60-tól 75-ig. Aha. Szóval ez a film, az Éjféli Cowboy, az egyik legjobb film, amit valaha láttam. A John Schlesinger rendezte, és a két főszereplő a John Voight. Olyan fura egyébként ezt John Voightot megnézni azóta, hogy ilyen CIA ügynököt. Mindig CIA ügynököt játszik. Gonosz szemeteket, igen. És itt meg ezt a nagyon naív, tulajdonképpen alapvetően ártatlan és romlatlan, középnyugati bunkó gyereket, aki majd gazdag nőkön akar élősködni, és tulajdonképpen semmi. Nehéz is visszakövetkeztetni abból a high-tech szemétládából, akiket mostanában a John Voight eljátszatnak. Ő is belekövült egyszer ebben, Hollywood szereti ezt. Azt a naív és ártatlan srácot, aki Texasból följön New Yorkba, és úgy néz ki, mint egy cowboy, mert hát ő a cowboy stílust képvisel, és úgy gondolja, hogy ez az ilyen... A nagyanyja nevelte. Igen, ez az ilyen brutális péniszű cowboy, aki a, tudod, ez a revolverhős a szónak a szexuális értelmében, ez majd jól megcsinálja. A Marlboro reklámok cowboya, ugye? Igen, igen. Is van egy
ilyen fallikus jelentése, hogy ott rágyújt a cigire. Hogy majd jól megcsinálja ezeket az özvegyasszonyokat New York Cityben, és abból majd remekül fog élni. Konkrétan feljön Sejem fiúnak New Yorkba, és ott kell keservesen megtapasztalnia, hogy ez nem így van. Tehát, hogy az amerikai álom, ez csak egy propaganda, és hogy, hogy milyen... egy tüdőbeteg barátot. Hát igen, de hát először az kifosztja őt. Tehát ez olyan romantikus, szóval... ez olyan romantikus módon történik, mint ahogy ti elképzelitek. De amit ebben a filmben a Dustin Hoffman előad a patkány szerepében, hát az valami elképesztő. Tehát a Dustin Hoffman, ahogyan a Dustin Hoffman ilyen lecsúszott, ilyen félegzisztenciákat tud játszani, ahogy ezeket az igazán erős karaktereket meg tudja formálni, ahogyan sorsokat tud tekintetekbe bevinni Dustin Hoffman. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ma már nem tudja ezt. Tehát ma már a Dustin Hoffman messze van ettől. Ekkor volt a csúcson. Tehát és amit a Dustin Hoffman képes volt, és mennyire fiatalon, hát az valami, tényleg valami brutális. És azért tegyük hozzá, hogy valamikor még ilyen filmekre adtak Oscar-díjat. Na hát igen, mert hogy itt a legjobb film kategóriájában, a legjobb rendező, valamint a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában egyaránt Oscar-díjat kapott. És nem az a sok szemét, amire később Oscar-díjat kaptak. Hát, hogy önmagában az Amerikai Filmakadémiának is mekkora korszaka volt ez, nem csak az amerikai filmgyártásnak. Tehát, hogy itt a hősünknek, Joe-nak és a másik hősünknek, aki valójában egy... Na, itt találkozik a biciklitolvajok főhőse a csúfak és gonoszak főhősével. És ők együtt játsszák ezt a filmet. Tehát itt két különböző koncepció találkozik a szegénységről. Egy ártatlan és feltörekedni vágyó, és egy a szegénységben már... Igen, és egy romlott város. És egy romlott város, a szegénységben már bele gonoszodott, bele rohadt, bele aljasult embernek a barátságára. Aki aztán a végén. Igen, és annyira gyönyörű a vége, és annyira nem olyan, mint a Boldogság nyomában. Tehát annyira az egész film, ez egy igazán kiváló film, a legjobb film a szegénységről, az Éjféli Cowboy, azon a listán. Meg listánkon a 10. helyezett a Boldogság nyomában volt, a 9. helyezett a Napfivér Holdnővér, a 8. helyezett a Gyomok között, a 7. a Darwin Rémálma, a 6. az Istenvárosa, 5. a Csúfak és Gonoszak, 4. a Mezítelenül, 3. a Biciklitolvajok, a 2. a Modern Idők, az 1. pedig az Éjféli Cowboy. Ez volt az a lista, amelyet Farkas Attila Márton barátommal és kollégámmal készítettünk a ti számotokra, hogy megismerjétek, hogy mi szerintünk vajon melyik a legjobb 10 film, amely a szegénység témakörében készült. Hát ennyi fért mai műsorunkba, hogy a legordasabb média közhelyen éljek, de itt leszünk veletek 6 nap múlva, azaz jövő szombaton 3-tól 5-ig is. Addig is hallgassatok sok rádiókafét, most egy órán keresztül zenét, de azt követően is itt a 98.6-os frekvencián. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és nagyon köszönjük az SMS-eiteket. 6 nap múlva újra itt leszünk. Sziasztok! Szevasztok!